Ez a Hírek Plusz a Szolnok Televízió reggeli híradása február 24-én csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! Modern, Európában is egyedülálló technológiával szerelték fel a napokban átadott új Szent Tamási tejüzemet. A beruházás 5 milliárd forintba került, török Szent Miklós és térségében 15 új munkahelyet teremtett. Vadonatúj berendezések, modern rendszer, mindez a 21. századnak megfelelő, okos eszközökkel felszerelve. A Szent Tamáson működő mezőgazdasági ZRT napokban átadott csarnokával komplexé vált a tejfeldolgozás. A szarvasmarha teleppel és a tejüzemmel a fejéstől a palackozásig egy helyszínen végezhető el a munka. Nagyon különlegessége ennek az üzemnek, ami nem csak Magyarországon, hanem Európában is szinte egyedülálló, hogy egy komplex szarvasmarha telep automata fejéssel, emberi kéz érintése nélkül állítja elő a tejet, csövön átmegy a levegő érintkezése nélkül a tejüzembe, és gyakorlatilag csövön rögtön, természetesen pasztőrözési feldolgozás után palacba kerül. Ez biztosítja azt a kiemelkedő minőségét a tejünknek, illetve az ebből készülő tejtermékeknek, hogy különleges íze van és különleges minősége van. Az 5 milliárd forint összköltségű beruházáshoz 2,4 milliárd forint állami támogatást kapott a cég. A visszanemtérítendő anyagi segítség az ország nagyvállalati támogatások részeként érkezett. A nagyvállalati beruházási támogatás a kormány egyik legeredményesebb beruházási ösztönző intézkedése. Az elmúlt 6 évben 240 támogatási szerződést tudtunk megkötni a növekedésre kész hazai vállalkozásokkal. A szerződések segítségével a cégek közel 206 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz juthattak az elmúlt években a terveik megvalósításához. Ennek eredményeként a kivitelezés alatt lévő beruházásokkal együtt megközelítőleg 506 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg ennek a programnak a keretében Magyarországon. Különösen kedvező, hogy a támogatott beruházásoknak köszönhetően 3860 új munkahely jött és jön létre Magyarországon. Ha Jász-Nagykun Szolnok megyét nézzük, jó hír, hogy a kormányzati munkahelyteremtő intézkedések eredményeként a foglalkoztatottak száma ma már a járvány kitörés előtti szintre emelkedett vissza, a munkanélküliség ráta a 2010 évi 13%-ról pedig mára 5,3%-ra javult a térségben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar gazdaság tavalyi 2021-ben az elmúlt 30 év legnagyobb növekedését érte el, éves szinten 7,1%-kal erősödött. Ez az adat az Európai Unióban is elsőnek számít. Mindezt annak köszönhettük, hogy az előző évek jó gazdasági teljesítménye miatt rendelkezésre álltak azok a tartalékok, amelyek segítségével a kormány a megszorítások helyett azonnali segítséget nyújtott a gazdaság szereplőinek, így el tudtuk kerülni a mély és elhúzódó visszaesést. A támogató gazdaságpolitikával, a beruházások ösztönzésével lehetőséget teremtettünk arra, hogy elsőként indítsuk újra a gazdaságot, és lépéselőnnyel jöjjünk ki a válságból. Úgy számolunk, hogy a magyar gazdaság már érdemben 3,4%-kal meghaladta a járvány kitörés előtti szintjét. A gazdaság eredményeiből számos szektor, így az élelmiszeripar is kivette a részét, 2010 óta 46%-kal növekedett ez az ágazat. Az élelmiszeripar már a meghaladta a válság előtti 2020. januári értékét, mégpedig több mint 6,5%-kal. Ami pedig az idei évet illeti, továbbra is erőteljes, 5,9%-os gazdasági növekedést, javuló egyensúlyi mutatókat várunk, amennyiben a jelenlegi kormányka felhatalmazást a választóktól folytatódhat Magyarországon is az eddigi gazdaságpolitika, ami adót csökkentéseket, további beruházásokat és a családok támogatását jelenti. A törökszentmiklósi beruházással 15 új munkahelyet teremtettek. A tervek szerint a tejüzem napi 30 ezer, évi 10-11 millió liter tehéntej feldolgozására lesz képes. Az üzemeltetés első szakaszában a vállalat saját Holstein Fries állománya által termelt 15 ezer liter tejet dolgozza fel. Újabb nyugdíjas klub alakult Szolnokon, ezúttal Szandaszőlősön gondolták úgy, hogy a magányt együtt könnyebb elviselni, ennél persze jóval többről van szó. Egy
Elsősorban az motivált, hogy a Szenyor Örömtáncot, hogy tanítok itt a Szandaszőlősi Művelődési Házba, és úgy vettem észre, hogy ez olyan közösség alakult ki, akik nagyon szeretnének egymásról minél többet megtudni, minél több időt egymással tölteni, és akkor így gondoltuk, persze természetesen velük megbeszélve, hogy akkor csinálunk egy olyan klubot, ahol két hetente tudunk találkozni, és ott szépen el tudnak beszélgetni, recepteket cserélni, kulturális programokra el tudunk menni, tehát bele tudunk jobban folyni a Szolnok városnak az életébe, és itt főleg Szandaszőlősön, mert nagyon sok rendezvényt csinál a művelődési ház, és itt is részt tudunk venni. Tehát a szabadidőt el tudjuk nagyon kellemesen tölteni, úgyhogy mindenki jól érezze magát. És egy kicsit el tud vonatkoztatni arról, hogy esetleg valami problémája van, és itt egy kicsit felszabadul, és egy kicsit másképp érzi magát az életbe. Nem lett volna egyszerűbb más nyugdíjas csoporthoz csatlakozni? Ennyire új ötleteik vannak, gondolom, hogy az alapításkor már felmerültek esetleg éves tervek, vagy események, programok szervezésének igénye. Igen, azért nem, mert lett volna rá lehetőség, mert megszűntek klubok, sőt, volt egy olyan is, hogy egy klubba felkértek, hogy vegyem át a klubvezetőséget, de én úgy gondoltam, hogy egy teljesen új klub, főleg azok, akik még soha nem voltak klubba, tehát egyik klubnak tagja se voltak, úgy gondoltam, hogy jobb az teljesen új alapokról kezdeni az egészet, és így megismertetni velük ezt a klubos életformát. És ezért határoztunk így. És hát van egy különlegesség, és a klubnak legalábbis én kívülállóként úgy látom, hogy az alapötlet a mozgásra épül, hiszen a hívószó az örömtánc. Így van, tökéletesen igaza van. Tehát, hogy az örömtáncosokból alakult főleg ez a klub, tehát azért nem is akarunk nagy létszámú klubot létrehozni, mert úgy gondolták, hogy ők is, meg úgy is határoztunk, hogy inkább ők saját maguk egy kicsit jobban megismerjék egymást, illetve olyan foglalkozásokra is elmenjünk kirándulni, elmenjünk olyan helyekre, ahol még ők nem is jártak, mivel hogy egy klubnak se voltak soha tagjai, így tehát nem tudtak csoportosan semmi olyan foglalkozáson részt venni, és akkor így én úgy határoztam, hogy jobb, hogyha teljesen olyan emberekkel alakítjuk meg ezt a klubot, akik még lelkesek, még nem tudják, hogy milyen nehézségek vannak, mert ugye azok is lesznek természetesen, milyen surlódások lesznek egymás között, de ezeket én próbálom mindenféleképpen lecsökkenteni, illetve hát úgy beavatkozni, hogy senkit ne érjen sérelem, tehát tényleg örömmel jöjjenek ebbe a klubba, és lelkesen. Csak félve kérdezem, mi van akkor, ha valaki a családtagját is szeretné elhozni, megismertetni a klub működését, erre esetleg a jövőben lehet-e mód, alkalom saját gyermekét, esetleg unokáját mondjuk egy közös programra elvinni? Természetesen, erre mindenféleképpen nyitottak vagyunk, sőt, hogyha olyan nyílt napokat rendezünk, akkor el is várjuk, hogy eljöjjenek, elhozza a családtagjait, hogy minél jobban meg tudjuk egymást ismerni, mert csak így lehet. Tehát az, hogy én most elmesélem, hogy mi a családi körülményem, megint más, és megint más egy személyes találkozás. És nagyon örülünk nekik. Én mindig mondom is, hogy ide az örömtáncra is hozzátok el az unokákat nyugodtan, mert ugye sok kifogás az van, hogy az unokára kell vigyázni, semmi gond, unokát, és van is, aki el is hozza, és be is áll táncolni az unoka is. Úgyhogy ezt mindenféleképpen családiasan szeretnénk megoldani, ezt a klubformát. És hát stílusosan az ötletet a tavasz hozta, mert ha jól tudom, március első napjaiban lesz az első hivatalos foglalkozás. Így van, igen, március 8-án pont nőnapkor lesz az első foglalkozásunk, és már készülünk is. Igaz, hogy csak 4 férfi van a csoportban, de ezek olyan lelkesen sutyorogtak már itt az alakuló ülésen, hogy fognak készülni 8-ára.
Úgyhogy így fogjuk kezdeni 8-ával, akkor elkészítjük a munkatervet közösen. Persze én csinálok egy sémát, hogy milyen olyan foglalkozások, illetve olyan programok lesznek, amin azt szeretném, hogy részt vegyen. A Nyugdíjas Klub most például 3-án már a derűs órákon részt fogunk venni, tehát már beneveztünk, sőt már kiállítások őrzésére is szerveztem tagokat, úgyhogy próbálunk belefolyni Szolnok életébe. Búzának látszott, tudományos vizsgálatok során azonban bizonyossá vált, hogy rozs. Ez önmagában még nem lenne érdekesség sem, ám a 3 éve Rákóczi falván véletlenül megtalált növényt olyan elemzésnek vetették alá, amilyet még nem végeztek a világon, így tudományos felfedezés része lett a Maci Múzeumban lett haszonnövény. Éppen 3 évvel ezelőtt készültek ezek a felvételek. A Rákóczi-falvi Maci Múzeumban egy 1800-as években készült kanapé restaurálása során a bútorszövet alatt az állati szőrök mellett gabonafélét, akkor még úgy vélték búzát talált Balázs Antal. Mikor szétbontottam a háttámlát, akkor ezt a kivét az alsó sorba találtam meg. Felső rétegben füvek voltak, mert ebben a korszakban még az a lényeg, hogy nem volt rugózás. Tehát itt teljes mértékben régi füvekkel, vagy ilyen szalmával tömték ki a ülőlapukat. A kanapé felújítása 150 munkaóra árán sikerült. A rejtélyes magvak közül néhány a karcagi gabonakutatóba került, néhány pedig Martonvásárra, az Agrárgazdasági Kutatóközpontba. Itt nyert bizonyosságot, hogy amit először búzának véltek, az bizony a rozs. A kloroplasztis genom az nagyon konzervatív, tehát így fajták között nem nagyon szokott lenni eltérés, hanem mi egy régebbi lovászpatonai nemesítésű rozshoz, illetve a más külföldi mintákból publikált rozs kloroplasztiszokhoz hasonlítottuk a mintát, és így derült ki, hogy rozs. Annyi újdonság van még az eredményeinkben, hogy ilyen új generációs szekvenálás eredményeit rozs kloroplasztis genomra még nem közölték. Amit referencia genomnak használnak, az egy régebbi módszerrel készült, és így egy publikációt készítünk erről a rozs minta azonosításáról, illetve új eredmények. Kaptunk, mert egy sokkal részletesebb rozs kloroplasztis genomot fogunk publikálni, mint ami jelenleg elérhető az adatbázisokban. A laboratóriumban izoláltuk először a genomi DNS, csak az nagyon töredezett volt, azt nem tudtuk tovább vizsgálni, és akkor utána a kloroplasztis DNS-t izoláltunk, és egy jó barátomhoz, dr. Pocai Péterhez a Helsinki Egyetemre küldtük ki ilyen új generációs szekvenálásra. Az eljárásnak nem is az volt a tudományos érdekessége, hogy megállapították, milyen haszonnövénnyel tömte ki ismeretlen készítője a Rákóczi-falvi kanapét, hanem az, hogy ilyen eljárással még soha nem állapították meg egyetlen egy növény génállományát sem. Egy biokémiai szaklapban hamarosan publikáció jelenik meg, amely ismerteti az eljárást, illetve annak hatékonyságát. Így kerül a Maci Múzeumban talált rozs a tudományos élet sodrába. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Hírek Pluszba. Friss hírekkel, információkkal a szokott időben 19 órakor várjuk ismét Önöket. Szép napot, viszontlátásra!